Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig folytatni fogjuk végre valahára a Happy Game végigjátszási sorozatunkat. Az előző rész is brutálisan durva volt, hogyha esetleg valakinek kimaradt volna, mindenféleképpen pótolja be. Na de én akkor be is teszem a kis fülesemet. Ott hagytuk ugye abba, hogy sikeresen elveszítettük a fejünket. Na de hogy mégis miért és hogy mi lesz itt, az egy nagyon-nagyon jó kérdés. De hát azért vagyunk itt, hogy ezt most bizony kiderítsük. Ja, meg valljuk be, hogy azért az is lényeges, hogy vissza is szerezzük. Nem tudok én semmit sem csinálni. Ó, dehogy nem! Ezeket ki tudom innen húzni, és nézzétek meg! Ezek itt a tükörképei ezeknek. Hát konkrétan kettő dimenzió van most nekünk itt. Aha! Ő pedig már sokkal, de sokkal nagyobb, mint a többi, és alul mi jelent meg? Nézzétek már, ennél a tagnál van a fejem. Hát de most hova tűnt? Meg hogy került hozzá a fejünk? De ezt oda tudom adni a kisrácnak. Aha, ez szuper, és mégis mit tudunk vele kezdeni? Ezt nem valahogy neki kéne adni? Azt nem kellett volna csinálni, amit az előbb csináltam, azzal a kettő hallal, vagy bármik is legyenek ezek. Na de ezt mégis kinek adjam oda? Ugyanis tudja, hogy nem véletlenül tudja megfogni a kisrác. Hát most az lesz, mint általában mindig ilyenkor, amikor nem tudok tovább haladni, hogy mindenféle random dolgot össze-vissza megpróbálok, hátha. Ja, hogy az alsó lényel meg tudtam így etetni. És most ez akkor jó neki, vagy ezáltal szenved? Hát ezt nem így akartam volna, hanem meg akartam fogni, és oda akartam adni a kisrácnak. De most mégis miért, nem tudom. Most valami történik. Ja, megvan már. Az alsót tudom csak megfogni, a felsőt nem. Mivel az alsó, az ugye nem csontváz, csak a felső. De elég érdekes, hogy felül teljesen másak ezek a halak, de mi pedig nem vagyunk mások, hanem ugyanazok vagyunk. Na de akkor szépen meg tudom én ezeket is etetni velük, azaz Fincsi volt mi. Na de akkor jöjjön is bizony az utolsó. És most már akkor vissza fogod adni a fejünket? Add szépen vissza! Most megöljük őt? Lehetséges. Ott is van a fejünk, hát hogy oda pattog hozzánk? Hogy bizony túlette magát, és azért halhatott meg? Hát ez talán már sohasem fog kiderülni. Kisrác, az előbb is felmentél annak a tetejére, és nem lett jó vége. Biztos vagy benne, hogy megint fel kéne menned? Ja, most nézem, hogy bizony, a fejünk most megvan, na de a testünk nincsen meg. Annyira, de annyira bizarr ez az egész. Na ezzel tudok valamit csinálni? Hát tudok, na! Ott is van már az egyik, ja nem? Azok a karjaim? Vagy a lábaim? Hát de elszalad! Add már vissza! Letépem én újra rólad, na gyere csak ide! Dír! Jó, és akkor most szerintem valahogy meg fogjuk tudni fogni a lábainkat, még mielőtt elszaladna. Vagy nem? Hát, lehetséges, hogy bizony megint el fogok veszni itt mindjárt. Mi van akkor, hogyha fejemmel megetettem? Jó, bocsi, tudom, hogy ez beteg ötlet volt. Na de mit csináljak most?
Na most már kettő szemgolyónk van. És folyamatosan egyre több? Hát... ötletem sincsen. Igen, ezeket én szépen odaadom neki. Lehetséges, hogy minél több szemgolyóval kéne megetetnünk, és akkor bizony oda fogja adni a testünket? Hát nincsen több szemgolyó, szóval akkor próbáljuk ki, hogy most húzzuk ki belőle. Ott a testünk! Azaz, hogy kilogikáztam, ennyi! Sima! És akkor bizony, meg is érkeztünk, és újra egészben van a gyerek. De figyelj, haver, ezután ne állj már fel még egyszer oda, és még egyszer felmászik. Hát most vajon mindet fogod elveszíteni, és ment a játék? Most konkrétan nincsen semmink? Hol vagyunk? De kajakra? Mi ez az egész? Mit kéne itt csinálnom, amikor konkrétan... Ja, várjál csak! Éppen mondani akartam, hogy semmit sem tudok mozgatni. Hol van? A kurzorom eltűnt bizony. De hát itt valamit csináltam nagyon is. Lehetséges, hogy tönkreteszem az univerzumot, vagy valami. Na! Igen? Hát... én nem nagyon vágom, hogy most mi van, de szerintem senki sem. Ez egész miért jó nekem, hogy ezt én így tudom mozgatni? Ezzel tudok világítani, vagy mi? De az a furcsa számomra, hogy bizony, csak itt lent tudom mozgatni ezt a fénycsóvát, fent pedig nem. Hát bizony, sikeresen megtaláltam azt a pontot, ahol fel tudom ezt húzni, de kérlek szépen, ne legyen itt semmi jumpscare, ugyanis nagyon, de nagyon nem tetszik nekem, hogy bizony csak azzal tudtam ott világítani. Aha, bárhogy nézem, sikeresen találtunk egy szörnyet, és most konkrétan ennek a szörnynek vagyunk a gyomrában? Vagy hol vagyunk mi? És most ismételten, hát nem nagyon tudok mozgatni semmit, és nem nagyon tudok interaktálni semmivel sem. De valahogy megoldjuk, még nem tudom, hogy hogyan. De bízzátok csak ide! Na várjatok csak! Így oldjuk meg! Kis srác! Megmentelek! Menj csak oda! Dur! Hát... ez nem volt valami jó ötlet. De nyugi, onnan is megmentelek! Nyugi! Ne pánikolj! Én sem pánikolnék a helyedben, esküszöm! Szegény, hát de hogyan szabadítsam ki innen? Nem véletlenül lehet ezeket így mozgatni, azaz! Hoppá, hoppá! És már ki is szabadítottalak szívesen! Én vagyok a rémálmaidnak a megmentője. Mégis miért változott át az a valami? És te miért mész fel rá megint? Ismételten ment nekünk a játék. Nem tudom ezt lehúzni innen. Most az előbb csináltam valamit. Hát... bocsi, kis srác. Nem akartam én ezt tenni veled, de hát a te rémálmodban vagyunk. Ne aggódj, ez csak egy rossz álom. És hamarosan fel fogsz kelni. És jó lesz minden. Megölheted majd anyukádat, meg minden. Hogyha csak nem fog kiderülni, hogy bizony rémálma valahogy a valósággá válik, és igazából ez már a valóság. Itt van a kutyája. De mégis miért full fehér az egész kutya? Illúzió volt csak az egész, és most már a kutyája is egy másik dimenzióba ragadt, és
Elveszítette? Nem már. Hát de nézzük a jó oldalát, most pedig ő is ugyanabban a dimenzióban van már, mint a kutya, nem? Mi az ott? Nem már. Nagyon, de nagyon rosszul fest ez az egész. És most annak a belsejébe belsünk. De már hasonló pályák voltak, és azokról is kimentettelek. Nyugi, innen is kifoglak, bízd csak bennem. Tudom ezt forgatni, és hoppá, hoppá, mi van akkor, hogyha így elveszem tőlük, és akkor bizony esik is tovább. Mennyire vagány volt ez a kameraszögváltás? Brutálisan jól nézett ki. Annyira, de annyira jól meg van csinálva ez a játék. És hova kerülünk? Ez pedig most már egy teljesen másik dimenzió. Hát igazán már felébredhetnénk ebből a rémálomból. Nagyon, de nagyon remélem, hogy felfog még a srác. Ne bántsátok már, tűnjetek onnan! Aha, így egyesével le tudom ezeket húzni róla. Szegénykém, nyugi, tarts ki! Jó? Azaz! Jó lesz! Nem esett bajod, jól vagy? De ez csak egy rémálom. Reménykedjünk benne. De kajakra? Szerintem ez már a játék vége fele lehet, ugyanis nem sok mindent kell már csinálnom. Lehetséges, hogy most lesz valami brutálisan nagy fordulat. Aha, itt is vannak a gyerekkori emlékei, a labda, a plüss meg a kutya. És ezt meg tudom így fordítani. Hát megfordítom én. Ezzel mire megyek? Be kell forgatnom? Lehet, hogy be kell forgatnom, mivel ahogy forgatom, nézzétek meg. Egyre közelebb jönnek a dolgok. Azt a mindenit, mi van itt? Mik ezek a flashbackek? És most rendes. Visszamentünk az időbe, és olyan flashbackek voltak az előző részekből. Mi komoly már ez az egész? Tudta, hogy ez lesz a vége, és ez az egész a zárójelenet? Vagy nem? És most meghalunk? Vagy mi? Vagy alszunk tovább, és végre aludtunk? És vége lesz ennek az egész rémálomnak? Hát jó lenne az a kisrác nyugodtságának a szempontjából, és nézzétek meg! Fel is ébred, és most már bizony nincsen ott az a gonosz lény mögötte, és ott van a kutyája, egyen meg, de édesek. Azaz, menjetek, játszatok! Látjátok, happy end ez a... egész libabőrös vagyok, mi történt? Ez egy újabb álom? Totál libabőrös vagyok. A kisrác beleszorult ebbe a dimenzióba. És most már ez az ő valósága, és nem csupán egy álom. Ez a happy end neked? Hát ne csináld már, haver! És akkor itt ér véget a játék, ahogy látjátok, már ott van a kutyája is, meg minden. Hát zseniális volt egyszerűen. Életem leges, legjobb játéka volt ez. Kijelenthetjük. Brutális volt az egész történet, és én erre egyáltalán nem számítottam. A kisrác konkrétan teljesen beleragadt az álmába, és nem tud innen kimenekülni. Pedig értitek, én mindent megtettem, hogy segítsek neki, és hogy vége legyen ennek az egész szörnyűségnek. De hát látjátok, nem lett vége.
és sohasem lesz vége. De hát ennek a végigjátszási sorozatunknak vége lett. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a rengeteg részben. Nem is tudom pontosan, talán 8 részes lett így a sorozat, vagy 9? Brutál sok! Rettentően jó volt. Hogyha tetszett nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot. Jöhetnek egyébként a komment szekcióba ajánlások, hogy bizony mi legyen a következő végigjátszási sorozat. Ugyanis, hogyha nem lesznek happy game-es videók, valami horror játékkal, vagy bármivel, pótolnunk kéne szerintem. Na de akkor, hogyha még nem nyomtad volna be a csengőt, mindenféleképpen tedd meg. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplay videóban. Addig is, szevasztok!